korábban is voltak változtatások a jogosítvány megszerzésében. Az elméleti és a gyakorlati vizsgákon is nagyobb teljesítményt követelnek. Uhvatio me ovaj novi zakon i evo sad pokušavam da završim po novom sistemu. Definitivno bih rekla da je onaj stari bio bolji i za nas kandidate bio lakši. Most még egy újítást vezettek be, az elméleti vizsga módszerén változtattak. Az elméleti vizsgák alkalmával eddig papíron kellett elvégezni ezt, most mindegyiket felváltották a komputerek, talán így könnyebb lesz levizsgázni. Csak annyian vizsgázhatnak egy napon, ahány számítógép van az adott autóiskola termében. Az oktatók azt mondják, sem a vizsgázók, sem a vizsgáztatók nincsenek kellőképpen felkészítve az új rendszerre. Viszont ez csak idő és rutin kérdése lesz majd. Egy leendő sofőr nem sokat tud erről. Az új rendszerről nem nagyon tudok semmit. Tehát, hogy most mi változott, mi sem. Többek közt mondták, hogy majd a kérdések cserélődnek egy pár, de ennyi az össz, amit hallottam. Tehát nem nagyon világosítottak fel minket, hogy most mi is lesz, vagy hogy lesz. A vizsgához internethálózat szükséges, ami megszakadhat, mint ez már korábban meg is történt. Egy vizsga órán maximum kétszer állhat le a rendszer. Ez megtörténhet áramkimaradás, hálózati vagy központi hiba miatt. Mégis jobbnak találják ezt a módszert az oktatók. Az előző rendszerhöz képest annyiban könnyebb, jobb a rendszer, hogy vissza tud menni a tanuló, változtatni rajta, tehát hogyha egyszer eszibe jut, hogy valamit elrontottam az előző kérdésnél, vissza tudok lépni, és lehet rajta változtatni, míg ez a papíros vizsgán nem volt lehetőség, mert ha egyszer valamit beixelt vagy bekarikázott, azon nem lehetett változtatni. Eddig 10% volt a hiba lehetőség, most viszont 15. Tehát az elérhető 100%-ból 85-öt kell teljesíteni, hogy átmenjenek a teszten.